Minden harmadik percben meghal Magyarországon egy beteg szepszisben, vagyis szervezete valamely fertőzésre adott túlzott reakciója miatt. Ezeknek a betegeknek az ellátása jelenleg az egyik legnagyobb kihívás a sürgősségi osztályokon. Ezért is volt a szepszis az egyik fő témája a Bács-Kiskun megyei kórház sürgősségi betegellátó, valamint neurológiai és stroke osztálya által szervezett konferenciának. A tanácskozás előtt rendezett sajtótájékoztatón dr. Svébis Mihály, a megyei kórház főigazgatója kiemelte, bár a Magyar Orvosi Kamara elég sötét képet fest a hazai sürgősségi ellátásról, a Kecskeméti Kórházban jól működik ez az osztály, amióta dr. Szabó István főorvos vezeti. Ezt roppant egyszerűen le lehet mérni, mennyi panasz érkezik a sürgősségi osztályra. És itten hetek, sőt van úgy, hogy hónapok eltelnek, és egyetlen egy panaszos levél nem kerül az asztalomra, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönöm neked. Dr. Pető Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem SBO-jának osztályvezető főorvosa, a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy megalakították a Magyar Sürgősségi Szepszis Hálózatot, amelynek egyik alapköve a Bács-Kiskun megyei kórház. Nem kis cél tűzött ki maga elé a munkacsoport. 2022. december 31-ig próbáljuk meg a sürgősségi ellátásban a nemzetközi elvárható szintre csökkenteni a szepszisnek, mint tünet együttesnek a halálozását. A napi rutin feladatok ellátása mellett a sürgősségi szakembereknek nagyon nehéz időt szánniuk a fejlesztésekre, a szepszis pedig rendkívül nehéz diagnosztizálni és kezelni is. Ezért is fontos a rendszeres tapasztalatcsere a szakemberek számára. Erről már dr. Szabó István, a megyei kórház sürgősségi betegellátó osztályának osztályvezető főorvosa beszélt. Persze sok a kritika, de mi hiszünk abba, hogyha egy picit leülünk, átbeszéljük a saját problémáinkat, merre menjünk, hogyan tovább, akkor még jobban tudunk előre menni, és a kritikusoknak is tudunk válaszolni a felvetéseire. A kórházi szakemberek mellett számos házi orvos is fontosnak tartotta a jelenlétét a szombati konferencián. Sokszor ugyanis rajtuk is múlhat egy-egy szepszises beteg élete.